Jó a hangulat a PKB performance-nál, azért munka közben megy a hülyeség, nem árulom el, hogy miről beszélgettünk. A lényeg az, hogy most itt vagyunk a futómű részlegen, hogy mit kell tudni alapból, milyen futóművekkel foglalkoztok, verseny, utca, mi az alapvető? Mind a kettőt, de nyilvánvalóan elsősorban nagyon sok cross futóművet kell állítanunk, mivel gyorsabban használódik, effektíve több a kopóalkatrész, elhasználódnak a tömítőgyűrűk gyakran, csak SKF, tömítőgyűrűkkel dolgozunk, effektíve ez vált be a legjobban, és... Magyarul úgy mondják SKF. Igen, én kérek elnézést. Így van, tehát ez jól működik. Mindegy, hogy VP-ről van szó, Ölins, vagy bármi más effektíven tudjuk csinálni. Most csináltunk viszonylag sok egzotikus olaszt is, Mazocsit NBA Augustába például, mert nem volt elégedett a gyári setup-ban az ember. De elsősorban cross, tehát nyilván ott van erre igény. Mit kell tudnunk a kollégádról? Kiváló kolléga, ugye ő a harmadik a PKB-ből. Ő csinál mindent, amit tulajdonképpen a verk a műhelyel kapcsolatos, tehát a munkafelvétel, műszakiztatás, nyilván van még egy szerelő kollégánk, de ő is ugyanúgy kiveszi itt a részét az egészből, tehát nem büdös neki a munka, meg bekoszolja a kezét. Ugye ő volt az, aki Ölnisznél, meg a VP-nél is tanult tulajdonképpen, tehát mondhatjuk, hogy elég magasan képzett futóműbe, nem sok embert ismer, aki jobban hozzá tud elszagolni. Hello, I'm Manuel. I'm here to show you something from a WP Combat Fork. We've done a complete service on it, also serviced the inner cartridge. Put some other settings in it, because it was a 250 fork and now it's around in a 450 motocross bike from National Racer. We also have done some testing out on the track with him, spent some hours. And here's a quick view why it's necessary to change also the bushings and not only the ceilings. Also the inner bushings in the cartridges, the inner ceilings, some O-rings and so on. When you have a sluggish and harsh feeling front end, it mostly is the wear and out bushes and the damage in the suspension, which is causing of the driving cycles of the hours which is on it. But that's no problem, everything can be repaired. Here you can see also that it's worn out. Yes, and that's what we do here all day. Completely outdated 650 engine from a Honda. We've done a full service on it because it had a massive conrod damage. So we pressed a new conrod in, centered the complete crankshaft, barbed cylinder, Honda cylinder, all which is necessary to make it running again. Next to us we have some two-stroke cylinders. This is from a Honda CR500. This is a 250 Honda, and this is a 125 Suzuki, like this one here. We're going to do a complete restoration of the motorcycle, powder coating the frame and so on. This one is getting a VAM head as well, and all the other engines are going to be pulled together separately. Then we make the braking procedure on the dyno, then we go out for a test ride. Here we have a massive damaged fork from a Yamaha R1. A customer wanted us to make one good suspension out of two, but it's not possible because everything is killed. So now he will upgrade to an Ölins as well. This guy will update to an Ölins suspension as well, because he meant the original one was sluggish anyway. Then he killed it. So yeah, that's good needs for it. The next way we have a Suzuki RMZ 250 engine. Also the next one with a massive conrod damage. Getting the same full service procedure from gearbox, ball bearings up to a new crankshaft, cylinder service, head service, we put in new valves, everything. And then it's fresh again for the next 100 hours.
This is a nitrogen bottle. As we are not completely ready with our suspension workshop here, it's laying around like this. It's getting a nice workshop bench in the next few weeks, like the rest we have here. You can see a few of our tools. This one is a KX250 suspension from a 95 model from an old motorcycle. It has to be renewed completely from the shock. It stood 10 years in a barn, so we made the best out of it. Now it should work properly. Then we have to do also cylinder replating and this motorcycle. When everything is done, we spin it out for a ride and have fun. A kollégád az csak szerintem csajoknak tud azért, hogy nagyon folyékonyan dumálni, nem? Azért bemutatta nekünk azt, hogy per milyen munkák folynak. Igazából, tehát azt gondoltam, hogy csak futóművet csináltok, de látom, hogy itt kuplungoztok is ugyanezen a tulajdonképpen mindent, tehát itt melletted van egy ilyen kis állvány, amivel komplett motorblokkot be tudunk fogadni, ez azért megkönnyíti eléggé a munkáját az embereknek, fejre tud állítani, ezt nem kell itt satupadozni, meg ilyen hülyeségek. De igen, tehát ez a sarok, ez is így lett tervezve amúgy, ezzel a beugróval, mert a bike liftnek van ez a speckó, hát nem olyan speckó, de kifejezetten futómű szerelő padja, ugye be tudod állítani a teleszkópot, lefolyik az olaj. Tehát ez így, igyekeztünk úgy összerakni itt az egészet, hogy használható legyen, tehát praktikus, tehát ne csak nem megvettünk random egy tonna béta meg bike lift cuccot, hanem jól átgondoltam, de megtervezni. Én azt nézem egyébként, hogy írdatlan mennyiségű speciális cuccotok, szerszámotok van. Például ránéztem itt erre a telószár befogatóra, hogy itt gyakorlatilag megvan méretektől kezdve az összes. Persze, de ez muszáj. Tehát ez, hogyha haladni akarnak, akkor nem lehet mindig itt alupofákkal, vagy mindenféle szívszarral befogatni a teleszkópokat, hanem ezek olyan dolgok, ami a gatyánkat kifizetjük rá, de effektíve megkönnyíti a dolgot, tehát hosszú távon biznisz megtérül az egész. Hát ja, alaphangon az a helyzet, hogy mindig lesz pénze embereknek motorozni. Azt gondolom, hogy mindig lesz egy olyan réteg, aki fog áldozni arra, hogy akár futóműben, akár kuplungban, motorban, bármiben az jó legyen. Nézzük egy ilyen kuplungozást, tehát ezt is megcsináljátok, hogyha valakinek így ilyen blokk, ezt nem is emlékszem, most mit mondott, hogy ez milyen blokk, ez valami ezer éves valami. Ez szerintem ez az FMX-i, így van, ez szerintem az FMX 650-nek a blokkja. De volt nálunk nem olyan rég egy Z1000-es, viszonylag új, pár éves, aminek egész konkrétan összehányta magát a váltója, tehát a komplett váltó felújítás volt. Nincs semmi akadálya, tehát megcsinálunk bármit. Nem csak szoftverrel tudunk Nintendo-t játszani, hanem mechanikus alkatrészeket is bármit megoldunk. Na, hát az hiper, azt gondolom, hogy marha jó. Jó látni ilyen műhelyt, az a helyzet, hogy jó bejönni egy olyan helyre, ahol nem a dzsuva meg a retek van, hanem normális tisztaság van. Tehát azért ez egy, azt gondolom, egy alapvető része egy olyan helynek. Nem tudom, ide beengeditek egyébként a kulcsaftokat? Tehát bejöhet, bekísérheti a motort, vagy nem annyira szívesen? A tisztaságra visszatérve erre nagyon allergiás mindenki, tehát a kollégák is, hogy retekben nem lehet dolgozni normálisan. Ügyfél hivatalosan ugye nem jöhet be egész egyszerűen azért, mert biztosítás, tehát hogyha itt rásik a lábujjára egy csavarkulcs és akkor megsérül, ez így bajos. Nyilvánvalóan megvan az a réteg, vagy akinek a versenymotorét csináljuk, vagy amúgy itt jóformán be fog jönni és vesz a kinti idítő automatából egy sört és akkor leül itt megnézi, ami megcsináljuk a motort. De ez nem elve, tehát ez officiell, ez az ügyfelek elől elzárt terület. Csak úgy, mint a prüstant, tehát oda esélytelen, hogy bárki bemegyen. Oda viszont tényleg nem. Nekem van egy ötletem, hogy oda tesztek egy pultot, ide le tud támaszkodni, és innen kívülről be tud nézni, és akkor tudja nézgetni, hogy mi történik. Erre van kint a szófa, meg a nagy szkidő, hogy legyenek ezzel megelégedve, tehát többet nem tudok már tenni. Még egy Chrome Root-ra gondoltunk a szalon közepén, de ezt mondjuk. Ahhoz még fejlesztenek a mozgásodat. Hát ez volt a PKV Performance-nak a futómű és kuplunk felújító része. Jön a következő videó, és látjátok a következő részt, hogy mi az, amit még tudnotok kell erről a cégről.